Ez a Nyíregyházi Televízió híradója 2023. május 30-án este 7 órától. Kezdünk! Beteg, balesetveszélyes fák, 37 darab új fát ültetnek a most kivágottak helyére. Első kappan és lakodalmas fesztivál, hagyományteremtő rendezvény. Pünkösdi sokadalom, két napon át tartó programok a Skanzenben. Híradó a Nyíregyházi Televízióban, jó estét kívánok! Beteg balesetveszélyes fákat vágnak ki a Blaha Lujza sétányon, összesen 20 darabot. A kivágásra kijelölt jegenye nyár a légszennyezést kevéssé toleráló, rövid életű, a betegségekre és kártevőkre meglehetősen érzékeny fafaj. Ősszel 37 darab új fát ültetnek majd a most kivágottak helyére, olyan őshonos fajtát, amely jól viseli a környezeti feltételeket. Hát ezen a fán láthatóak olyan korképek, amik a fakivágást nem indokolják, például a taklógomba, ami egy jelentős szöveti károsodást feltételez a fa esetében. Ezek a fák szabad szemmel is látható betegségei, a taplógomba és a száradás. A szakemberek fakopműszerrel is megvizsgálták a Blaha Lujza sétány fáit. A hanghullámok alapján működő, roncsolásmentes vizsgálati módszerrel kimutatták, hogy jelentős korhadás és üregek vannak a fatest belsejében, nyilatkozta a város fűkertésze. Azt még a laikus szem is láthatja, hogy a zöld fák között több száradt, tehát beteg növény is van. Ezek nagyon balesetveszélyesek egy-egy vihar, de már egy kicsit szeles idő esetén is. A városnak 2017-ben készült egy felmérése a faállományról, ez a fakataszter. Ezt kezdték idén frissíteni, első körben itt Sóstón, miután jelentős, de idős faállománnyal rendelkezik ez a városrész. A tavaszi időszakban kezdtük el a fák felülvizsgálatát a víztorony melletti nyárfákkal, illetve a strand körüli jegenye nyárakkal, és ennek a folyamán vizsgáltuk meg előzetesen a Blaha Lujza sétány jegenye nyárfa sort is. A Magyar Faápoló Egyesület elnökével együtt vizsgáltuk meg itt helyszínen a fákat. A közös vizsgálat során megállapították, hogy számos fa előregedett, korhadt és kiszáradt, ezeket ki kell vágni. Fontos hangsúlyozni, hogy ezek a fák 60-70 évesek. A jegenye nyár egy nagyon gyorsan növő fajta, ez egyszerre az előnye és a hátránya is. Több fa már annyira száradt volt, hogy a lomkorona egyáltalán nem jelent meg a fákon. A sekély gyökerezésük miatt fokozott a kidőlés veszélyük a szeles időben, így közvetlen életveszélyt jelentenek a nyári időszakban még forgalmasabb városrészben, tette hozzá Halmi Hódos Katinka. A főkertész, ahogy már korábban többször is, most is hangsúlyozta, hogy elsődleges a személy és a vagyonbiztonság őrzése. A szakemberek a fakivágások során a többi élőlényre is figyelnek. Az jellemző, hogy kiszáradt fákon nem szoktak fészkelni a madarak, hiszen nekik is kell a lomb által nyújtott védelem az eső ellen, illetve az időjárás viszontagságai ellen. Azonban, hogyha mégis a munkatársaink lakott fészket tapasztalnak a fákon, akkor felvesszük az illetékes hatósággal a kapcsolatot, és a madarak biztonságos helyre történő átköltöztetése megtörténik. A fák alatt rengeteg közművezeték húzódik, ezektől meg kell tartani a védőtávolságokat, amikor majd ősszel pótolják a fákat. A 20 kivágott helyére 37 új kerül majd, de már nem jegenye nyár, miután a környezeti feltételek itt nem kedvezőek számukra. Ezt nem csak itt, hanem városszerte tapasztalják, mondta a szakember. Valamilyen őshonos fajjal pótolják majd a most kivágott fákat. A Blaha Lujza sétányon még szerdán is lezárják a forgalmat a munkálatok miatt. Reggel 6 és délután 2 óra között. 3000 adag lakodalmi ételt főztek a Sóstói Múzeumfaluban szombaton, az első kappan és lakodalmas fesztiválon. Hagyományteremtő szándékkal indította útjára újabb gasztronómiai eseményét a Skanzen, karöltve a Master Good cégcsoporttal.
Hagyományteremtő szándékkal indította útjára újabb gasztronómiai eseményét a Sústói Múzeumfalu, karöltve a Master Good cégcsoporttal. A kapuk szombat délelőtt 10 órakor nyíltak a skanzenben. Az ünnepélyes megnyitón dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere és idősebb Bárány László, a Master Good cégcsoport tulajdonosa köszöntötte a már korán érkezőket. Itt vagyunk a Múzeumfaluban, amit 4 évvel ezelőtt 900 milliós felújítással teljesen újjávarázsoltunk. Ez azt jelenti, hogy nem csak a régi szép épületeket, állagmegőrzést is stabilizáltuk, hanem sétányokat építettünk, raktárakat, irodákat, színpadot. Minden feltétel adott ahhoz, hogy ide nagy rendezvényeket hozzunk. El is kezdtük a gasztronómiai fesztiválokat, de ilyen még, hogy Kappan lakodalmas fesztivál nem volt, ez az első, és remélem, hogy ugyanolyan sikeres lesz, mint a többi. 3000 adag lakodalmi ételt főztek az eseményen a Master Good Kft. Termékeire alapozva. A barabási iskolaudvaron kínálták a gőzölgő húslevest és a kappan pörköltet. A Master Good cégcsoport és a Bárány család több mint 116 éve a magyar baromfi szektor meghatározó alakja. A legfontosabb és a legnagyobb tevékenységünk itt van Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, 46 településen, 54 telephelyen vagyunk jelen. Persze, hogy első szóra ugrottunk, pattantunk, amikor megkaptuk a lehetőséget Nyíregyháza városától, hogy egy közös, együtt szervezett rendezvényen, a Kappan és a Lakodalmas Fesztiválon vegyünk részt. Nekünk ez nem csak megtiszteltető, hanem kifejezetten inspiráló, hisz olyan ízekkel, olyan különös élményekkel fogunk kedveskedni az ide kilátogató több ezer vendégnek, amiről szerintem beszélni fognak a elkövető napokban, és mi ennek a hagyománynak a mostani első évben meginduló hagyománynak a tartalmas folytatói szeretnénk lenni. Mesterség bemutatók, lovaskocsikázás, valamint igazi falusi vásár mellett egy régi népiskolai tanítási órának is részesei lehettek a skanzenbe látogatók. A Tirpák Portán a Baromfi udvarban találkozhattak a tanyasi csirkék és kappanok különböző fajtáival. Az első kappan és lakodalmas fesztiválon bemutatták a Kárpát-medence menyekező ruháit, melyben helyet kapott a csodás ajaki menyasszonyi öltözet is, ezt követően pedig részesei lehettek a résztvevők egy valódi ajaki lakodalmi mulatságnak. Az első Kappan és Lakodalmas Fesztiválon a Sústói Múzeumfalu nem csak mint helyszín, hanem igen aktív programszervezője is volt, hiszen a nagyon finom Master Good-os ételek mellett, a kappan pörkölt, kappan leves mellett fontos volt az, hogy ezt a hagyományt, amit a lakodalmas időszakok hagytak, az igazi falusi lakodalmak hagyománya itt a Sústói Múzeumfaluban megelevedjenek, és ebből a megyéből, ami rengeteg etnikumot adott, csodálatos falvakat adott, gyönyörű népviseleteket adott, ajakközséget választottuk ki, amely nagyon reprezentatív viseletében és szokásaiban is egyaránt. A délután során a színpadon a cimbali band és a Swingala Django zenélt, és kihirdették a Master Good Kappan szépségverseny és rajzverseny eredményét is. A rendezvényre sok érdeklődő látogatott el, a szervezők remélik, hagyomány válhat a Kappan és Lakodalmas Fesztiválból. Vasárnap délután 14 órakor vette kezdetét a Városi Gyermeknap Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzatának szervezésében. A Vidám Manó koncertjével kezdődött a program, majd divatbemutató táncos műsorok és bábszínház váltotta egymást a színpadon. A Városi Gyermeknapon egész nap Vidám Park várta a Kossuth térre érkezőket, a gyerekek igazi kedvence az ugrálóvár volt, de találkozhattak óriás mesefigurákkal, kézműves foglalkozások sokassága várta őket, és természetesen a színes étel-ital kínálat sem maradt el.
Május utolsó hétvégén a régi szokás szerint hagyományos pünkösdi sokadalomra várták az érdeklődőket a Sóstói Múzeum faluba. Vasárnap és hétfőn is 10 órakor nyitottak a kapuk, rengetegen érkeztek a skanzenbe. Természetesen az első napon a gyermekekről sem feledkeztek meg, hagyományőrző gyermeknapot tartottak. Hétfőn pedig ma vagyonolás, pünkösdi királyválasztás, kézműves foglalkozás és falusi vásár is várta a vendégeket. Jocsi, te! Tudd meg, hogy mi óriások, szikalát teszünk! Együtt is velünk jövett! A kedves az életet különben rá! Május utolsó hétvégéjén a régi szokás szerint hagyományos pünkösdi sokadalomra várták az érdeklődőket a Sóstói Múzeum faluba. Vasárnap 10 órakor nyitottak a kapuk, rengetegen érkeztek a skanzenbe már a korai órákban. Idén pünkösd vasárnap és hétfőn is szerveztünk programot, nem csak a gyermeknap miatt, hanem igény volt részünkről is, hogy egy olyan napot hozzunk létre, amikor megyénk értékeit bemutatjuk. A beregi tájegységgel kezdtük, hiszen ők állnak szívünkhöz is talán az egyik legközelebb. Hungarikumán fált a beregi keresztemes, úgyhogy ma ők vannak a középpontban. A vasárnap tulajdonképpen róluk is szól, hát természetesen a gyermekekről is, úgyhogy egész nap gyerek programokkal várjuk a vendégeket. A múzeumfalu vendége volt a rendezvényen a Beregi Múzeum és a Szatmár Beregi Népművészeti Egyesület. A meghívottak a szatmári beregi hagyományok nagyköveteként hagyománya divatban, középpontban a Beregi Keresztemes címet viselő divat bemutatót szerveztek. Számunkra mindig megtiszteltetés, amikor a vármegye székhelyen együtt lehetünk ott különböző eseményeken. Nem az első ilyen alkalom, reméljük, hogy nem is az utolsó. Most pedig úgy kapcsolódtunk a Sóstói Múzeum falu rendezvényéhez, hogy vásárosnaményban található a Beregi Múzeum, amely nem csak a múlttal foglalkozik a jelenben, hanem a jövő felé mutat. Épp ezért a tavaly hungarikummá vált beregi keresztszemest álmodták meg a múzeológusaink, a múzeum pedagógusaink és Varga János igazgató úr, és rájöttek arra, hogy ennek a csodálatos hímzésnek helye van a mai divatban, épp ezért olyan ruhákat alkottak meg, amelyek egy-egy eleme, egy-egy motivuma tartalmazza beregi keresztszemest, és ezáltal egy modern hétköznapon is, vagy egy ünnepi esemény is megjelenhet ez a csodálatos hímzésanyag. De természetesen május utolsó vasárnapján gondoltak a gyermekekre is. A színpadi programok mellett a Sóstói Múzeumfalutól megszokott módon az egész nap folyamán forgott a kosaras körhinta, lovaskocsival járhatták körbe a skanzent, minden gyermeket várt a népi játszóudvar, voltak kézműves foglalkozások, mesterségbemutatók és kemencés finomságok is. A pünkösdi sokadalom hétfőn is folytatódott, ekkor bemutatták a térség hagyományait, így a délelőtt első felében a lányok kaptak nagyobb szerepet, akik a bőkender termésért táncoltak. Pünkösd a Szentlélek kitöltekezésének napja az, amikor a keresztény emberiség közösségé vált, megalakult az egyház, ezt ünnepeljük minden pünkösd alkalmával, és hát természetesen a népi szokások is e köré alakultak ki. Minden egyes pünkösdi istentiszteletet vagy misét követően a leányok csapatostul indultak el, itt a Felső-Tiszavidékén ma vagyonalásnak hívjuk, amikor házról házra járva kívántak azt, hogy a kenderük nagyra magasra nőjön, hiszen abból lehet jó vásznat készíteni majd a végén, jó fonális vászon készül. A pünkösd hétfőn másik hagyománya a királyválasztás. A Sóstói Múzeum faluban ügyességi versenyeken keresztül két kategóriában is megválasztották a legbátrabb és legügyesebb férfit a gyerekek és a felnőttek körében. A skanzenben számos programmal várták az érdeklődőket, a gyerekek különböző kézműves foglalkozáson vehettek részt, tavaszi nótázásra invitálták őket, de többek között volt utcaszínházi vásári komédia a falu központban, és nyíregyházi, valamint megyebeli néptánc együttesek bemutatója is. Nyíregyháza megyei jogúváros önkormányzata megemlékezéseket tartott a Hősök Napja alkalmából május 28-án vasárnap.
A három helyszínes tiszteletadás sorozata a Hősök temetőjében kezdődött délelőtt 11 órától, ahol a himnuszt követően Bajnai Kornél önkormányzati képviselő és Vantal Zsolt ezredes, a második Vitéz Vattai Antal területvédelmi ezred parancsnoka mondott beszédet. A megemlékezés első helyszínén közösen imádkoztak, majd koszorúkat helyeztek el. Ezt követően délben a Hősök terén folytatódott a koszorúzás az első világháborús emlékműnél, majd 13 órától az északi temetőben a második világháborúban hősi halált halt nyíregyházi katonák emlékművénél helyezték el az emlékezés koszorúit. Befejeződött több fejlesztés Nyíregyházán, melyekkel a Nyírerdő ZRT a vármegye székhelyen élő kikapcsolódási lehetőségeit kívánta bővíteni. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit. Egy kanyarodó és előzésben lévő személyautó ütközött a 4-es főútvonalon Nyírtúra és Nyírpazony között. A jelentős anyagi káron túl egy személy sérült meg a balesetben. A 403-as elkerülő és a 4-es főút találkozásánál történt baleset, két személyautó ütközött, a karambolból 5 személyt szállítottak kórházba, jelentős az anyagi kár. Villanyoszlopnak ütközött egy személygépkocsi, a jármű vezetője kitörte az oszlopot, viszont nem jelezte a rendőrségnek. A szolgáltatásban kimaradás volt, a rendőrség a gépkocsi típusára vonatkozó nyomokat talált, keresik a sofőrt. Két személyautó ütközött a Szegfű és László utca kereszteződésében. A vétlen jármű sofőrje és utasa megsérült, helyszíni ellátás után kórházba szállították őket. Befejeződött több fejlesztés Nyíregyházán, melyekkel a Nyírerdő ZRT a vármegye székhelyen élő kikapcsolódási lehetőségeit kívánta bővíteni. A Robinson domb és az Élet utca játszóterei háromtornyos játszóvárral, mászókával, csúszdákkal gazdagodtak. A Géza utcán a játszótér mellett, a Törpe utcán pedig a kosárlabdapálya közelében fedett filagúriát alakított ki a cég. A beruházásokat az Erdőgazdaság a saját forrásaiból valósította meg, a Nyír VV Nonprofit Kft. Fogja üzemeltetni. Fából készült az a háromtornyos játszóvár, melyből az Élet utcán és a Robinson dombon is található egy-egy. Az alapanyag kiemelése fontos, a fa megújuló, sokoldalúan felhasználható széndioxidot köt meg. A Szabolcs és Hajdú vármegye területein egyaránt tevékenykedő Nyírerdő ZRT nem használ fel annyi fát évente, mint amennyit termel, a többi állami erdőgazdasághoz hasonlóan fenntarthatóan gazdálkodik. A beruházások fő célja, hogy a nyíregyháziak számára több legyen a kikapcsolódási lehetőség. 2010 óta minden, ha nem is minden évben, de nagyon gyakran adtunk át játszóteleket, mi csináltuk a Bújtoson a kosárlabdapályát, részesei voltunk a polgármester úr által indított utcafásítási programnak. Most ez a játszótér fejlesztés az idei tervünk és már megvalósult beruházásunk. Következő évben azt hiszem Debrecen lesz a soros, ott kell valamit fejlesztenünk, de hát ez persze kellemes tehet, de természetesen tovább is szeretnénk folytatni ezeket a munkákat. A Géza utcán a játszótér mellett, valamint a Törpe utcán a kosárlabdapálya közelében alakította ki egy-egy bitumenes zsindellyel fedett filagóriát, mely ideális lehet a gyerekeket kísérő szülők, kisebb társaságok számára. Ezek mind olyan helyszínek, amiket együtt választottunk ki, ahol sokan járnak, szülők is a gyerekekkel nyilván, és hát én azt gondolom, hogy azért egy nagyon nagy köszönet jár a Nyíregyháznak, és azért is, hogy így ütemezték, mert hogy az iskolai szünet előtt elkészült mind a 4 beruházásuk. A Nyírerdő ZRT több mint 60 ezer hektár területen gazdálkodik, a tevékenységi körébe tartozik a fakitermelés, erdőfelújítás, erdők ápolása. A fenntartható erdőgazdálkodási tevékenységből valósulhatnak meg ezek a közjóléti beruházások, mint a játszóterek fejlesztése. A saját forrásaiból kialakított létesítményeket a Nyírerdő átadja üzemeltetésre a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-nek. Döntetlent játszott a Nyíregyháza Spartakusz a Veszprém ellen a labdarúgó MB2 osztályozójának első mérkőzésén.
Bár sok helyzet volt, nem született gól. Vasárnap Kisvárdán ismét találkoznak a felek, ekkor dől el, ki folytathatja a másodosztályban. Lassan lövő helyzet, és kipattan a kapufáról, de ez pedig már lesz. És akkor most jöhet a szöglet. Érkezik a beadás, Novák fejjel, oh! Mekkorát védett Héringer! Érkezik a labda, ott a fejes, Gengelicki, és megint Héringer a léc alól. Szerető még elérheti a vonal előtt, és el is érte Szerető, és ebből lendületesen indul a Nyíregyháza. Pekár bent középen alávárná, Pekár még, jó a csele, egy kötény, Pekár, ott a lövés, hatalmas védés aztán megint. Gresó, remek átadás, és ez így lehetőség, Pataki lő, kipattanó, Farkas, kapufa! Hát, ez hogy sikerült a lészre lőni? Ez viszont egy remek labda Horvátnak, hatalmas kapufa. Persze jó lett volna, hogyha itt előnnyel tudunk elmenni, de valljuk be, erre valami kevés esély volt. Ezt 180 perc alatt kell jól lehozni ezt a mérkőzést. Jövő héten bízunk benne, hogy jobb játékkal, jobb egyéni játékkal biztos vagyok benne, hogy meg lehet nyerni. Ezt mondtam most az öltözőbe is, hogy egyénileg kell fejlődni, technikailag, mentálisan, és akkor majd a csapat is fejlődik. Be kell ütni a lehetőségeinket, vállalkozni kell, és úgy akkor meg tudjuk nyerni a meccset. Ha ilyen játéka, biztos, hogy nem. De erre majd a héten készülünk, én bízom benne, hogy jövő héten ezt eredményesen le tudjuk hozni. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer, röviden. Beteg balesetveszélyes fákat vágnak ki a Blahalújza sétányon, összesen 20 darabot. A kivágásra kijelölt jegenye nyár a légszennyezést kevéssé toleráló, rövid életű, a betegségekre és kártevőkre meglehetősen érzékeny fafaj. Ősszel 37 darab új fát ültetnek majd a most kivágottak helyére, olyan őshonos fajtát, amely jól viseli a környezeti feltételeket. 3000 adag lakodalmi ételt főztek a Sóstói Múzeumfaluban szombaton, az első kappan és lakodalmas fesztiválon. Hagyományteremtő szándékkal indította útjára újabb gasztronómiai eseményét a Skanzen, karöltve a Master Good cégcsoporttal. Május utolsó hétvégén a régi szokás szerint hagyományos pünkösdi sokadalomra várták az érdeklődőket a Sóstói Múzeumfaluba. Vasárnap és hétfőn is 10 órakor nyitottak a kapuk, rengetegen érkeztek a Skanzenbe. Természetesen az első napon a gyermekekről sem feledkeztek meg, hagyományőrző gyermeknapot tartottak. Hétfőn pedig ma vagyonolás, pünkösdi királyválasztás, kézműves foglalkozás és falusi vásár is várta a vendégeket. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!